Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjenek gamer hírek az elmúlt két hétre, mostában azért történt annyi minden, hogy lehet róluk beszélni, illetve megtörténtek azok a hírek, amik úgy engem is érdekelnek, és ahogy néztem, egész jól fogadtátok az első részt ennek az adásnak, és hát akkor miért ne legyen egy második, amúgy is van egy csomó minden, amiről így szívesen beszélek, és miért ne foglalnám bele egy videóba, úgy, hogy miről lesz szó a mostani videóban, lesz szó Destiny-ről, a második részről, lesz szó egy kis bolykotról, amit a For Honor játékosai intéztek, a Ubisoftnak egy Overwatch trollról, vagyis több trollokról, akik így bukkannak föl a játékban, leginkább PS4-en, és egy érdekes dologra, amit az Nvidia most fejlesztett ki, az a neve, hogy Gamer Assist, vagyis G-Assist, és egy nagyon, hát azt kell mondjam, hogy elég durva, és fogunk a végén beszélgetni szexbabákról is, mert hogy az is hozzájárul a gamer élethez. Nos, vágjunk is bele. Amint nem tudom, biztosan sokan tudjátok, mostanra lesz Destiny 2, hivatalosan be van jelentve, és ezen kívül, ami egy nagyszerű hír, és lehet, hogy meg lesz, ahova a Nekro Army legközelebb beteszi a lábát, Destiny 2 hivatalosan is PC-re ki fog jönni. Ez egy nagyszerű hír, azt hiszem, tehát már eleve a Destiny-nek a koncepciója, amikor először meg lett alkotva, és kiderült, hogy nem jön ki PC-re, én nagyon szomorú voltam, úgyhogy most nagyon örülök, hogy végre kijön PC-re, nagyon szerettem volna játszani ezzel a játékkal, de hát hogy is mondjam, a PC Master Race-hez tartozva nem vettem egy konzolt csak azért, hogy Destiny-vel játszhassak, így aztán örömmel hallom, hogy végre kijön a másik rész. Mire számítsanak azok, akiknek megvan az első rész? Leginkább konzolosokra igaz ez, mert PC-n azért mindenki egy teljesen új lappal indít. Na most a trailer alapján is azoknak, akik megvan a Destiny a konzolon az első rész, azok is tiszta lappal indulnak a második részben, mindenük elveszett, kivéve a karakternek a kinézetét, a mienségét, azt át tudjátok importálni, de semmilyen cuccotok nem lesz meg. A trailer is igazából arról szól, hogy jött valami nagy új gonosz, és az felégetett mindenkit és mindenhova, és nagyon viccesen meg volt csinálni, mert az egyik az igazi hősi beszédet ad elő, a másik meg hát az csak úgy flagmázza, hogy ő mennyire jó volt. Erről szól a trailer, és tehát tiszta lappal indulsz, nem lesz meg semmi, csak éppen a kinézeted, úgyhogy az újoncok mindig fel fogják ismerni, hogy te valószínűleg a régi Destiny-ből jöttél át az új Destiny-be. Ez egy tök jó dolog, és nagyon várom ezt a játékot. Egy-két dolgon azért fennakadunk, mert konzol az konzol, és PC az azért kicsit kényesebb probléma. Mire lenne szükségünk PC-n ahhoz, hogy a Destiny virágozzon és ne haljon ki? Rettenet gyorsan, hogy ezt kiszoktak halni a PC játékok, és majd rátérünk a For Honor-re. Rettenet gyorsan, hogy kiszoktak halni a PC játékok. Szükségünk van nagyon jó szerverekre, stabil szerverekre, minimum 60 Hz-esekre, egy nagyon jó anti-cheat programra, ugye a multiplayer az multiplayer, nagyon jó anti-cheat programra, és természetesen egy folyamatosan bővülő tartalomra ahhoz, hogy a játékos bázis megmaradjon, és akkor azt hiszem, hogy ez a játék nagyon-nagyon sikeres tud lenni, de amennyiben a Ubisoft már pedig, hogyha a Bungie-val és hát a Microsoft nem tudja ezeket biztosítani, akkor PC-n azt hiszem ennek nagyon nagy visszhangja van, lesz, és hogyha PC-n valamilyen játéknak visszhangja van, még akkor is, hogyha kisebb a PC-s játékos közösség, mint a konzolos világszerte, ha valahol PC-nek valaminek visszhangja van, az valószínűleg gyorsan el fog halni. Azt kell mondjam, reméljük, hogy nem konzolport lesz, hanem egy rendesen PC-re megcsinált változat lesz, kiváló irányítással, nem egy ilyen konzolos átportolt irányítással, 60 Hz-es szerverek, egy jó anti-cheat program, amiről hát azért annyira, mondjuk egy ilyen, hogyha egy ilyen Blizzardos anti-cheat programot át tudnának ültetni a gyakorlatba, legalábbis, hogy amit csinál a Blizzard a cheaterekkel, az egy tök jó dolog volna, de majd meglássuk. Minden esetre azt hiszem, hogy ez a Destiny egy olyan játék, amit így azt nézve, hogy a Nekro Army közösséget, mint illetően egy olyan játék, amit szívesen átvinném így a közösséget, vagy oda is beimplementálnánk magunkat többek között. Nos, srácok, ennyit volna a Destiny röviden. A következő dolog, és ez a egyik legjobb dolog, hogy a For Honor játékosai egy egynapos bolykottot hirdettek meg azért, mert hogy a játék egyszerűen nem úgy működik, ahogy kellene működjön, és amikor csináltam volt anno a For Honor bemutató videót, hogy megéri-e, milyen a játék, stb. A béta alatt egy jó pár hibáját kiemeltem, nem tudom hibáját, tehát jó pár dolgot kiemeltem, ami engem zavart a játékban, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon javításra szorult, és, ez a jó pár dolog, mert nem egy volt, akadályozott meg engem is. Hát akadályozott meg engem abban, hogy én megvegyem ezt a játékot, mivel hogy így ezen a minőségen, amit a Ubisoft létrehozott, játszani ezzel a játékkal nem lehet. És a Redditen egy napos bolykottot meghirdettek a játékosok, és bevált. Tehát végre eljutott addig egy gamer közösség, és a Ubisoft felfigyelt rá, és azt mondta, hogy jó, akkor most változtatásokat fogunk beiktatni, tehát egyszerűen jobb pingidőt, jobb szervereket követeltek a játékosok, tehát ugye én is meséltem azt, hogy lenyomod a gombot, igen, késleltetett a For Honorben az akció, tehát tényleg nagyon ki kell időzítened, hogy mikor nyomod le a gombot, amikor lenyomod a gombot időben, de még akkor sem cselekszi meg azt a valamit, ott már bajok vannak. Voltak ott ping problémák, voltak ott killopás problémák, ja, és a legdurvább, kiderült a legdurvább, hogy ahhoz, hogy feloldjál mindent a játékban, és ezt kiemeltem annak a bemutatóban, hogy feloldjál mindent a játékban, $700 pénzre van szükséged, hogy minden cuccot, amire szükséged van, vagy amit szeretnél, vagy szeretnél érni a játékban, hogy kimaxod a játékot magyarul, $700 van szükséged. Ez egy pofátlanul nagy összeg, amit egy játékkészítő elkérhet egy játéktól. Tehát félreértés ne essék, valószínűleg a többi játéknál is legalább ennyi bekerül egy tartalom, de így kiszámolták, hogy minden, a sok mikrotranszakció révén, hogyha meg szeretné mindent venni, hogy kimaxold a játékot és élvezd a játékot, $700 van szükséged. Ez egy nagyon-nagyon gusztustalan lépés, és ha elfelé halad a játékos világ, ez nagyon rossz, és ez ellen is volt a nagy For Honor bolykott, és kiemeltem is annó a bemutató videómban, hogyha a Ubisoft belátható időn belül engedi a játékosoknak, hogy megszerezzék azt, amit meg tudnának szerezni, és itt például azt mondom, hogy a Warframe vagy a Warframe-on belátható időn belül meg tudsz szerezni, amit szeretnél, és ezáltal a jutalomforrás megvan a játéktól, amit elvár a játékos, ezért ott ragad játszani, mert hogy megkapja a jutalomforrás, amit szeretne. De ha belátható időn belül nem adja meg a játék ezt, akkor a játék el fog halni, és úgy látszik, hogy a Ubisoft mindezt mikrotranszakciók útjára terelte, és ez $700 lenne, és emiatt a játékosbázis nagyon gyors ütemben elkezdett kihalni a For Honornél, és erre tüntettek most a játékosok, azok, akik szeretik ezt a játékot, és ez így van helyén, és azt hiszem, ez egy olyan dolog, aminek így kéne lennie, és végre úgy néz ki, hogy mostanra a Ubisoft az hallgat a játékosokra, és elkezdi megadni, vagyis hát fejleszteni legalábbis a For Honor mint játékot. Meglátjuk, hogy hova fog ez jutni, de minden esetre egy jó eredmény volt ez a játékosok. Tehát egy nap alatt, ha jól tudom, több mint 40,000 játékos hiányzott a For Honorről. Tehát ez egy ilyen kategóriú játék, mint a For Honor, ami nem egy CS:GO, nem egy COD, nem egy BF, 40,000 játékos az igencsak megüti a Ubisoftot, és azért már nagyon jól ismeri a gamer közösség azt a kifejezést, hogy you've been Ubisofted, tehát gyakorlatilag átbaszott a Ubisoft már megint. Szóval, és azt kell mondani, hogy a Ubisoft az a cég, aki fantasztikus játék ötletekkel áll elő. Tomb Raider esetében például fantasztikus remake-et csináltak, a For Honor egy tök jó egyedi koncepció, Tom Clancy Division egy nagyon jó utopisztikus játékkoncepció, és régen még a Prince of Persia, ők csináltak az első 3D-s Prince of Persiát is, tehát gyakorlatilag olyan játék történelme van ennek a cégnek, olyan fantasztikus, jó koncepciókat hozott ki ez a cég, és úgy igyekeztek odafigyelni egyfajta igényességre, ami mára valahogy átment a pénzérségbe, és ez nagyon rosszat tesz, úgy gondolom, ennek a cégnek. Úgyhogy, hát reméljük, hogy a For Honor egy jó irány felé halad, és sok mindent fognak változtatni az ügyben, hogy sokkal játszhatóbb legyen a játék. Nos, a következő dolog, ami nagyon vicces, felbukkant, PS4-en felbukkant Overwatch-ban egy troll. gyakorlatilag azt csinálja ez az illető, hogyha nem utalsz át $5 az akkontjára, akkor ő nem fog rendesen játszani, és még segíti is az ellenfél csapatát a győzelemhez, tehát egyáltalán nem lesz csapatjátékos, és hogyha a csapat tagjai nem utalnak át $5 az ő akkontjára, akkor ő mindent megtesz azért, hogy ibasszon a csapattársaival, és azért legyünk őszintén, de Overwatchban, ha van egy gyenge láncem, az nagyban hozzásegíti a ellenfél csapatát a győzelemre, és hogyha ez mindezt rankben teszed, tehát rankedben teszed, ahol számítanak a statjaid, ahol szeretnéd, hogy jobb legyél, és hogyha van egy ilyen játékos, aki nyomja a trollt, és gyakorlatilag vesztésre segíti a csapatodat, az elég idegesítő tud lenni, és kemény 5 játékos emelt panaszt illető ellen. És tudjátok, mi a legviccesebb? Hogy volt egy játékos, aki írt a Blizzardnak, hogy hát valamit csinálni kéne már ezekkel a trollokkal, hogy akik így pénzt kérnek azért, mert hogy nem csapatjátékosok, és ugye segítik az ellenfél csapatját, meg idegesítik az embereket, stb. És a Blizzard azt válaszolta erre, hogy hát ez nem az ő problémájuk, mert hogy ez PS4 szerveren fut, és ezzel ők nem törődnek. Na de, ha jól tudom, Overwatch-on PS4-en nincsen report player gomb, úgyhogy ez buktan. Na de semmi gond, mert ez a játékos nagyon kitartó volt, és riportolta a PS4-nél is ezt a játékos, hogy valamit kéne csinálni ezzel a trollal, de a PS4-et azt mondták neki, hogy hát ők ezzel nem tudnak mit csinálni, mivel hogy az Overwatch az egy Blizzard játék, és nekik kéne foglalkozniuk ezzel, és gyakorlatilag ezért a jelenségért senki nem vállal felelősséget. És mivel hogy ez a hír ugye kikerült a nagyvilágba, hát nem valószínű, hogy egyre több ilyen hülye lesz, aki már csak poénból is el fogja ezt játszani, úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz belőle nagyobb baj, és nem, tehát mondjuk ez PC-re remélhetőleg nem terjed át. Na, de úgy néz ki, hogy egyenlő ilyen kemény trollok jelentek, akik kemény $5 kérnek azért, hogy ők csapatjátékosok legyenek, és ne az ellenfeles segítsék a győzelemre. Hát, igen, ez van. Nos, a következő dolog, amiről szerettem volna beszélni, és ez egyik nagyon-nagyon durva, jelenleg az Nvidia létrehozott egy olyan kis kütyűt, aminek az a neve, hogy Gamer Assist, vagyis G-Assist, és hát amit csinál, persze ezt azért ne vegyétek készpénznek, mert azért április 1-je volt, jó? Szóval ez egy akkora blödség is lehet, mint az állat, de ha igaz, akkor ez elég durva. Ez a G-Assist gyakorlatilag betolod a gépbe, és egy mesterséges intelligencia, ami aktívan tanulja a te mozgás és játék struktúrádat, ahogy játszol a játékokkal, és mondjuk, ha te neked arra támad kedved, hogy most vécére kell menned, és te egy negyed óráig szoktál szarni, akkor csak bekapcsolod egy gombnyomással, és gyakorlatilag be tudod állítani is azt, hogy hogyan játszol helyetted ez a gép. És például hol lehet ez hasznos? Hát mondjuk én ugye például Warframe-ezem, és mondjuk ott vagyunk egy 500 órás defense-en, lenyomok egy gombot, és csinálja a karakter a dolgát, amit kell, és észre sem veszik, hogy nem vagyok a gép előtt, és vagy Dark Souls 3-ban ott állsz a legnagyobb boss csata előtt, ami már 50-szer nyílt ki, és nem tudod, hogy mit csinálj, na most ez a szoftver valószínűleg meg tudja oldani helyetted, mert hogy kitapasztalja, vagy netről letölti, vagy bármit, ahogy csinálj, kitapasztalja, hogy hogyan kell mondjuk a Dark Souls-ban legyőzni azt a boss-t, és voilà, c'est fini, meg van csinálva helyetted a különböző dolog, és dicsekedhetsz, hogy milyen ügyes vagy. Hát igen, azt kell mondjam, hogy ez valahol már egy kurva jó dolog. Tehát az, hogy kiszállhatsz, pihenhetsz, de nem kell abba hagyd a játékot, ebből a szempontból ez egy tök jó dolog. És hölgyeim és uraim, eljött a legális cheatek ideje, tehát ezt így is mondhatnám. Gondoljátok végig, hogy COD-ba egyszerűen betáplálom azt a mozgás folyamatot és struktúrát, amit mondjuk én COD 4-ben gyakorlatilag bele van ivódva a kezembe, gyakorlatilag akkor ez mit fog leművelni gyakorlatilag ez a szoftver, hogyha mindent precízen megfogom az idejét mindennek, hogy én most itt fordulok be, itt lövök, itt nézek ki, oda nézek, erre nézek, arra nézek, és ezt így mind, ez a mesterséges intelligencia ezt mind benyeli és betanulja, akkor mondhatni, hogy gyakorlatilag csináltál magadnak egy legális aimbotot, ami jobb, mint egy aimbot. Tehát mert az aimbotnál lehet, hogy magadtól célzod, de a mozgásodat nem tud megakadályozni. De ez mozgást, célzást, mindent belül magának, és hát biztos vagyok benne, hogy egy-két kit le tudna hozni, de ezt még meg kell látni, hogy mennyire okos ez a cucc, amit az Nvidia létrehozott. Tehát egyszerűen, ja, elég durva. Elég durva ebből a szempontból. Én kíváncsi vagyok, és hogyha ez egy elérhető árba lesz, valószínűleg kipróbálom, mert miért nem, ez egyszerűen elég, tehát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy működhet a dolog. Nos, és amit megígértem, beszélünk egy kicsit szexbabákról, a legújabb dolog ezen a téren most már készül az olyan szexdoll, aminek a feje egy teljesen mechanikus robot lesz, és egy betáplált mesterséges intelligencia, amit úgy és arra programozhatsz be, amire akarod. És annyira képes tanulni, hogy akár nem szexuális témáról is lehet majd vele társalogni. Hölgyeim és uraim, erre várom a válaszokat. Ki mit gondol erről? Tehát egyszerűen elképesztő, hogy a Ghost in the Shell szintű világ egyre-egyre közelebb kerül hozzánk, és azt kell mondjam, hogy ennek az egyik legnagyobb forradalmasítója az valószínűleg a szexipar lesz. Biztosan tudjátok, a CD, a DVD és a Blu-ray lemezek is egyszerűen a népszerűségüket valójában valahol ennek az iparnak köszönhetik, és íme hogyan halad a fejlődés a mesterséges intelligenciába, hát csináljunk szexbabákat, akikkel el lehet társalogni. Lecseréljük a nőket? Erre, ez lenne a kérdés. A következő ilyen kis gamer hír videókig. Addig is köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl a következő videóig. Sziasztok!